Sok lenne már Göncz Árpádból Tarlós István szerint, ha a 3-as metró Árpád hídi megállóját is róla neveznék el, hiszen átnevezték már a 13. kerületi városközpontot is, illetve egykori 3. kerületi lakóhelyén emléktáblát, annak közelében pedig mellszobrot is állítottak a volt államfő tiszteletére. Az ellenzék, így a liberálisok is méltatlannak tartják a jobb oldal reakcióit. Szabadai Viktort kérdezzük. A liberálisok budapesti választmányjának folytatjuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye a történet valahol onnan indul, hogy Bajás Zsolt a hét elején úgy fogalmazott, hogy ha kikerülne ez az új tábla, akkor oda kell menni és le kell verni. Igen. Hát a történet egészen pontosan onnan indult, hogy egy aluljövő kezdeményezést eredményeképpen a 13. kerületben egy új városrészt elneveztek Göncz Árpád városközpontnak. Ez először a kerület felkarolta, és utána a fővárosi közgyűlés döntött fideszes többséggel egyébként. Nem volt akkor, ott voltam ezen a közgyűlésen, nem volt igazából ellenvetés ennek senkinek. Majd erre reagált a BKK, ugye a közterület elnevezés megtörtént, és a új közterülethez igazítottan saját maga döntésében a megállót is a közterület nevéhez állította hozzá. Göncz Árpád városközpontnak nevezte ezt a metró megállót, ahogy elnevezte Korvin negyednek a metró megállót, amikor a Korvin negyed. De Tarlós István azt mondja, hogy erről a második etapról még nincsen hivatalos döntés. Erről van döntés olyannyira, hogy hivatalos közlemény is megszületett a BKK részéről, ez ugye egy tavalyi döntés. Döntések nélkül egyébként nem adnak ki hivatalos közleményeket, még a BKK-nál sem. Tehát de erről nem a közgyűlésnek kell a végén dönteni? Lehet ez közgyűlési kompetencia, de egyébként eddig ez volt a rendje mindig, hogy a BKK elnevezte a tömegközlekedési vonalakon a megállóit, igazítva ahhoz, amit a város, ahogy a város változik. Tehát, hogy most túl azon, hogy ebben volt egy tiszteletadás is a Göncz Árpád részére, Göncz Árpád emlékének, ugye, hogy felvette a BKK is. De volt ebben egy logikai szál is, méghozzá az, hogy ha nem egy budapesti őslakos közlekedik a metróval, és keresi ezt a közterületet, akkor azt úgy találja meg, hogyha annál a megállónál száll le, aminek pontosan az a neve, aminek a mint a közterületnek. Tehát ezért születtek ezek a döntések a BKK-nál, mondom, nem egyedi, de ennél sokkal fontosabb, hogy itt elindult, és már egy hivatalos közlemény is megjelent ebben az ügyben. Ugye azért érdekes ez a váltás, mert amikor tényleg megtörtént ez az átnevezés, akkor Szalai Bobrovnicki Alexandra mondott beszédet, és hogy méltató beszédet mondott, úgy fogalmazott, hogy az ilyen gesztusokkal válik a város részévé Göncz Árpád és szellemisége. Utána jött az idézett Bajás Zsolti nyilatkozott, utána jött Hallrak Tamás fideszes képviselőjelölt videós blogbejegyzése. Miért húzta be a féket a főváros? Nagyon szomorú, hogy ugye ez az ügy újra napirendre került, mert hogy már mindenki azt hitte, hogy végre nyugvópontra került. Van valami, amiben egyetérthetünk ebben a városban, például az, hogy Göncz Árpádról közterület van elnevezve, és hozzáigazított egy metró megállót is így hívnak, és mindenki azt gondolta, hogy akkor itt valami fajta közös pontot végre találtunk. Ez lehet majd a hosszú távú építkezésnek egy alapja. De sajnos nem így történt, az történt, hogy Bajás Zsolt felébredt hónapokkal később, észrevette, hogy van egy ilyen, üzent, és erre rezonált Tarlósan. Tényleg azt feltételezzük, hogy ez úgy működik, hogy hétfőn mond valamit Bajás Zsolt az Echo TV-ben, és akkor Tarlós István pár nap múlva azt mondja, hogy ácsi, ennek megfelelően? Nézd, hát ugye a Göncz Árpádnak is voltak olyan mondatai, amik szerintem ma erre a helyzetben pontosan rímelnek. Ugye ő azt mondta, hogy azon méretkezik meg az ember, ahogyan a hatalomhoz viszonyul, amit kezd vele, és ahogyan. És én azt gondolom, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy Tarlós István semmi másra nem tudja használni azt a hatalmat, amit a budapestiektől kapott, csak hogy a Fidesz üzeneteire reflektáljon, a Fidesz kívánalmait feltétel nélkül kiszolgálja. Itt nagyon sokan támadták már a Fidesz részéről azt, hogy Göncz Árpádról el van nevezve közterületnek metró megálló, és ez nyilván nem véletlen, hiszen óriási a kontraszt. A gönci örökség, a gönci demokrácia felfogás, hogy mit gondolt a hatalomról, hogy azt hogyan használhatja az, aki megkapta, és ezzel szemben, amit a Fidesz művel, ez óriási kontrasztban. Miért fér bele egy közterület Göncz Árpádról elnevezve, és miért nem fér bele egy metró megállóról elnevezve? Na, ugye milyen érdekes kérdés, holott egyszer már ez egy hivatalos közleményben megjelent. Az utasokat tájékoztatta a tömegközlekedési vállalat, hogy itt fogják hívni a megállókat. Az azt gondolom, hogy ennél hivatalosabban nem lehet. És utána hetekkel, hónapokkal később, azért, mert egy publicista a jobb oldalról beüzen, akkor miért jut eszébe a Tarlósnak? Bármit semmi normális tenni. Magyarázat. Azt mondja, hogy ez túl sok. Mi a túl sok?
azt leszámítva, hogy egy közleményben tiltakoztak, illetve nem, az ellenzéki gondolom, pártok szerveznek nem. valamit, vagy lesz valami reakció? Nyilván meg kell ragadni minden eszközt azért, hogy... Tehát a legméltatlanabb az, hogy már egy el... Tehát ha még ott tartana a vita, hogy nevezzük át, ne nevezzük át, azt gondolom, hogy akkor lehetne meghallgatni az érveket. De egy eldőlt kérdés újra felmelegíteni, ez tesz igazán méltatlanná. Tehát ebben a helyzetben azt gondolom, minden eszközt meg kell ragadni, hogy egyrészt ne menjen egy ilyen méltatlan, még méltatlanabb dologgá, de jelen kell lenni, mindenhol tiltakozni kell. Mindenhol meg kell mutatni, hogy ez az út, ez nem járható. Ott kell lenni a közgyűlésben, tiltakozni kell minden egyes olyan helyzetben, amikor ez... Tiltakoznak az akadálymentesítés elmaradása, vagy legalábbis a liftek igen. elmaradása miatt is. Hol tart az aláírásgyűjtés? Hát ugye elkezdtük ezen a héten. Mi főként az Arany János utcai metró megállónál voltunk, ahol egyébként pont beleesik abban a 8-ban, ami nem volt teljes akadálymentesítésre ígérve. Én azt látom, hogy az emberek erre rezonálnak, tehát hogy jönnek oda a pulthoz és írnak alá. Mi néhány ezzel gyűjtöttünk. De... Az így megfelel a várakozásoknak? Hát én azt remélem, hogy hétfőn lesz erre egy következő, mindig, tehát a következő egyes összesítés megint a következő hétfőn van. Én azt remélem, hogy jó a tempó, azt szerettük volna bemutatni, hogy ennek igenis van lendülete, ennek, ez igenis érdekli az embereket. Én a saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, amikor még kint voltunk, esett a hó, akkor is odajöttek hozzánk ott. Mennyiben befolyásolhatja ezt a tiltakozást az, hogy ugye ma kiderült, hogy folyamatosan egyeztetnek a mozgáskorlátozottak képviselőivel a főváros részéről, és hogy úgynevezett mozgó lépcső kabinokat építenének ahhoz az 5-6 állomáshoz, amiről szó van. És erről az Index közé is tett egy videót, ami Helsinki metró, egyik metró megálló működik is. Hát úgy kell elképzelni, hogy a mozgó lépcső mellett ugyanabban a meredekségben halad egy kabin, és amiről Horváth Csaba beszélt, hogy mindenkinek önállóan kell tudni ezt használni, azt a feltételt teljesíti. Ez de mi a jó, hogy már ideig eljutottunk, ugye? Mert eddig csak azzal találkoztunk, hogy Tarlós elkezdte megmagyarázni, hogy miért nem kell akadálymentesíteni a metrót. Ma már ott tartunk, hogy mindenféle megoldások után kutatunk, és ha talán valaki valami épkézláb dolgot, akkor ezt megpróbálja behozni a rendszerbe. Szerintem ez már egy óriási előrelépés. Amit a mozgássérültek érdekvédelmi szervezete mondott, az, hogy csak olyan megoldást tud elfogadni, ami egyébként nem megalázó, nem teszi ki őket mindenféle atrocitásnak, és önállóan kezelhető, és ezért nem fogadható el számukra például az a javaslat, hogy alacsony padlós buszok hordják majd egyik állomáson másikra, mert ugye ez egy végtelen bonyolultságot hoz, és sokkal több időbe telik. De az, hogyha olyan megoldást találnak, ami megőrzi az ő méltóságukat a tömegközlekedésben. Ha mondjuk ez ilyen megoldás, és mindenhol felszerelik, akkor abba hagyják az aláírásgyűjtést? Én azt gondolom, hogy tehát ennyit kell mondani Budapestnek, hogy a kormány és a városvezetése megállapodott, teljes akadálymentesítés lesz az egész vonalon. Ennyire van szüksége a városnak. És akkor nem kell aláírásokat gyűjteni, nem kell népszavazást tartani. Magyarán akkor igen, abba hagyják. Ha, de mondom még egyszer, tehát ha az a megoldás, amit a kúria is előírt, hogy a teljes akadálymentesítés, az azt jelenti, hogy nem kell megállítani a mozgó lépcsőt, nem kell külön kezelő személyzetet hívni. De ennél, tehát, akkor ennek megfelel? Igen. Vagy akkor liftet igen. mondanak, vagy lifteket építik meg, vagy olyan helyzetet teremtenek, ami egyébként nem csak a mozgássérültek számára, hanem a babakocsiba közlekedők, meg az idősek számára is ugyanúgy elfogadható, és tényleg azt a célt szolgálja, amiről az egész szólt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy itt lehettem.